Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Második hullám, szeptembertől új szabályok érvényesek a határvédelembe. Lecsapott a vihar, fákat is döntött a hirtelen jött vasárnapi erőteljes légmozgás. Lővéresték vidáman búcsúztak a nyártól Sopronba. A koronavírus járványhelyzet alakulása miatt a járvány első hulláma idején alkalmazott határvédelmi szabályokhoz való visszatérésről döntött a kormány. Ennek értelmében szeptember 1-től külföldi állampolgár csak indokolt esetben léphet Magyarország területére. A külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig 14 napig karanténba kell menniük, vagy 2 negatív tesztet produkálniuk. Az ingázókkal kapcsolatban, ha jogszabály előírja, hogy a külügyminiszter által meghatározott szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre léphetnek be Magyarország területére. Ugyanilyen feltételek mellett térhetnek vissza az ingázók külföldről. A rendőrség honlapján közzétették, hogy szeptember 1-től mely határátkelők lesznek nyitva. A felsorolást a sopronmedia.hu oldalon is megtalálják. Hatalmas széllel ért el Sopront és környékét vasárnap délután egy vihar. A néhány perces özönvízszerű eső és a hozzátartozó 100 km/h légmozgás több helyütt is károkat okozott. A Jereván lakótelepen a Rét utcában parkoló autókra dőlt egy fa. A Somfalvi úton és a Kőrösi Csoma Sándor utcában is útra dőlt egy-egy méretes fa. A Récényi utcában pedig a telefonvezetékekre zuhant egy magas fa. A vihar fertőrákosan is több helyütt rongálásokat végzett. A soproni hivatásos tűzoltóknak és a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület önkénteseinek összesen 7 helyszínre kellett vonulniuk. Az eső ellenére is sokan vettek részt az Árpádházig Szent Margit plébánia nyárbúcsúztató családi napján. A szervezők célja az volt, hogy összehozzák a település részen élő családokat, akik egymással ismerkedve, szórakozva tudják elbúcsúztatni a nyarat. Az eseményen dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere is részt vett. Idén is színes, változatos kínálat jellemezte a Lővéresték program sorozatot. A második alkalommal megszervezett rendezvény keretében a résztvevők kellemes kikapcsolódást nyújtó zenés, táncos családi programokat élvezhettek. A Szent Margit plébánia és a Határok Nélkül Alapítvány által szervezett program legfőbb célja közösségépítés volt. Elég színes a felhozata, gyermekprogramok vannak, van egy ugrálóvárunk, felnőtt programok vannak, zenéses, táncos est, közösségi találkozás, gasztronómia, tehát sok minden lehetőséget kínálunk. Az eseményen dr. Farkas Ciprián is köszöntötte a résztvevőket, a polgármester kiemelte, a programsorozat legfőbb célja a hagyományteremtés és a soproni identitás megőrzése. Tehát a mai programnak itt a Szent Margit templom parkolójában az lenne a célja és arra lenne hivatott, hogy a lőverekiek azok ne csak a várost kedveljék, szeressék és tegyenek érte, hanem érezzék a lőverekiségnek is egyébként a gyökereit. És egy ilyen identitás megőrző, hagyományteremtő jelleggel került ezért megrendezésre már a második esztendeje. A polgármester köszöntében hangsúlyozta, a jelenlegi pandémiás helyzetben különösen figyelni kell a járványügyi szabályok betartására, hiszen az egészségvédelme a legfontosabb. Mivel most különleges időket élünk, arról kell szólnunk, hogy vigyázzunk egymásra, mossunk kezet, hordjunk maszkot, és ne nyúljunk mosatlan kézzel a szemünkhöz, az orrunkhoz és a szánkhoz, és tartsuk be a szociális érintkezésünk során a távolságot. Sajnos itt vagyunk a koronavírus járvány második hullámának a küszöbén, sőt, kellős közepén nyugodtan fogalmazhatunk így, hiszen Magyarország környékén mindenhol meredeken emelkednek a regisztrált fertőzötteknek a száma, és most már sajnos Magyarországon is. Úgyhogy azt kérem mindenkitől, ezen a programon is, hogy vigyázzunk egymásra, mert a soproni emberek egészsége és életének a védelme legelső. A programsorozat záró napján különféle zenés és táncos programot, köztük a Soproni Táncegyüttes és Varga Gábor jazzzongorista és a Budapest Ragtime Band műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Tanévnyitó Isten tiszteletet és ünnepét tartott a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola vasárnap az Evangélikus templomban. Ezen az alkalmon köszöntek el az iskolát 25 éven át igazgató Rajnai Károlytól, és iktatták be a megválasztott új igazgatót, Raffai Balást. Izgatottan gyülekeztek a hunyadis diákok az evangélikus templom előtt vasárnap délután. A járványügyi előírásoknak megfelelően a résztvevők számát korlátozták az évnyitón.
Az istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Szemerei János püspök végezte. Az ünnepségen hagyományosan egy kis elsős verssel köszöntötte a gyerekeket és tanáraikat. Készülnek az új tanévre. Villantlódjuk iskolapad, kedvük alatt majd leszakad. A tanévnyitó Rajnai Károly, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola leköszönő igazgatója is köszöntötte a diákokat, egyben átnyújtotta az iskola jelképes kulcsát az intézmény új igazgatójának, Rafai Balázsnak. A felnőttek mindig jót akarnak nektek, legyen az édesanyja, édesapa, tanító néni vagy tanárbácsi. Én hadd kívánjak ehhez a Hunyadi János Evangélikus Óvodának és Általános Iskola minden csöpségének és nagyjának nagyon sok sikert, és itt van előttem egy olyan, ami még nem volt, ami az iskolának a kulcsát jelképezi, és engedjétek meg, hogy ezt a kulcsot akkor új igazgató bácsinak én nagy szeretettel átadjam, és a lelkére helyezem, hogy jelsz az iskolát. Rafai Balázs, az új igazgató, ünnepi köszöntőjében elsőként az iskola diákjaihoz szólt, majd a szülőkhöz és a kollégákhoz fordult. Tisztelettel kérem a kedves szülőket és pedagógusokat, hogy különösen ebben a nehézségekkel teli helyzetben legyünk türelemmel egymás iránt. Kollégáimmal igyekeztünk az észszerűség és kivitelezhetőség határain belül megfogalmazni belső szabályainkat, melyeket viszont kérem, hogy szigorúan tartsunk be mindjárt. Az esetleges távoktatásra készülve egy új, biztonságos és sok lehetőséget magában rejtő digitális rendszert fogunk bevezetni. Ezzel kapcsolatban is kérem mindenki szíves együttműködését. Szeptember 1-én több száz gyermek 8 évfolyamon kezdi meg az iskolát a Hunyadiban. Jelenlegi helyzetben a járványügyi előírásoknak megfelelően zajlik majd az oktatás. Az évnyitón részt vett Sas László és Abdai Zsolt, önkormányzati képviselő is. A Balfi utcai idősek otthonában és az Ikva idősek otthonában szombattól kijárási és látogatási tilalom lépett életbe, az országos szinten megnövekedett koronavírusos esetszámokat figyelembe véve, ellátottjaik egészségének védelmébe. A lakóknak szánt csomagok protokollja ugyanabban a formában történhet, mint a tavasszal elrendelt korlátozás idején. Mindannyiunk érdeke az intézkedés megértése és tudomásul vétele. Türelmüket és megértésüket kérjük, áll a Soproni Szociális Intézmény közleményében. Hatodik alkalommal tartották meg az országos határőr találkozót Görbehalmon. A programon emlékoszlopot is avattak, az ezen a szakaszon szolgáló határőrök emléke előtt tisztelegve. Az eseményen Barca Attila, a Sopron és térsége országgyűlési képviselője is részt vett. Több mint 100 egykori határőr gyűlt össze a Görbehalmi Bányászati Múzeumnál. A hatodik alkalommal megszervezett országos határőr találkozó keretében egy határkövet szimbolizáló emlékoszlopot is felavattak a résztvevők. Az eseményen Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, és Tökker Tamás, önkormányzati képviselő is részt vett. Barca Attila köszöntőjében kiemelte, a határőrök tevékenységére az utóbbi években is kiemelt figyelem irányul. Én nagy öröm az, hogy Sopron és Görbehalom adhat otthont a hatodik országos határőr találkozónak, és hogy a házigazdája ennek itt a görbehalmi emberek. Én nagyon örülök annak, hogy egy emlékoszlop átadására is sor került, ami az itt szolgáló határőrök tiszteletére állít emléket. És beszéltünk arról itt a rendezvényen, hogy a határőrök szerepe mindig is nagyon fontos volt, és hogy az elmúlt években ez felértékelődött, hiszen az európai helyzet, a migráns helyzet miatt újra minden szem a határok felé fordul, és ez is bebizonyítja azt, hogy a rendvédelmi szervek, a rendőrség, a határőrség és a polgárőrség munkája kiemelten fontos, hiszen ha biztonság nincs, akkor a családjaink nincsenek biztonságban, akkor ez egy olyan alapvető fontosságú érték, amely minden család számára az első között van. A rendezvény házigazdája, a Görbehalmi Bányászmúzeum tulajdonosa, Szigeti Sándor örömét fejezte ki, hogy több mint 100 egykori bajtárs ünnepelt együtt a múzeumban, amelynek közelében emlékhelyet is kialakítottak számukra. Olyan 100-120 régi határőr találkozó bajtársak összejöttek itt a Görbehalmi kis magánmúzeumba, kis emlékhelyet csináltunk nekik, ilyet, ami még az országban ilyen, ebből a jelleggel, ilyen nincsen. Jövőre próbálunk továbbfejleszteni, még szebbé tenni így ezt a határőrnapot itt Görbehalomba.
Az ünnepség zárásaként a résztvevők megkoszorúzták az átadott emlékoszlopot. Jemberg elnevezéssel nyárzáró zenés piknikre várták az érdeklődőket a Hoffersuli tanítványai, tanárai, soproni zenész barátokkal együtt szombaton délután Bremberg bányán, a Szent Borbála téren. A csodálatos erdei környezetben igazi örömzenélést élvezhetett a közönség. A borongós időjárás ellenére fergeteges hangulat uralkodott szombaton délután az erdők ülelésében, Bremberg bányán a Szent Borbála téren. A Hoffersuli tanítványaiból alakult formációk előadását, családi zenekar és soproni zenész barátok produkcióját is élvezhette a közönség a nyárzáró zenés pikniken. Idén a járványügyi helyzet miatt elmaradt a nagyszabású sopron zenés rendezvény, a Jemberg egy kis kárpótlást nyújtott a tanulóknak, családtagjaiknak és a közönségnek egyaránt. Könnyű zenei koncertek vannak, amit a Hoffersuli diákjai alkotnak. Négy zenekar, egész kicsi korosztály, tehát ilyen 10-től 13 éves korosztály is megmutatkozott már az első fellépő között. Most éppen a második zenekar játszik, ők a B-tervük pedig egy családi zenekar egyébként. Úgyhogy mint ahogy a sopron zenélen is ez jellemző, hogy fellép akár több generáció és családtagok együtt, ez most itt is megmutatkozik. A végén egy örömzenélés lesz még, amire a soproni zenész barátainkat hívtuk el, illetve jelentkeztek sokan. Az erdei zenélést Stöcker Tamás, a körzetönkormányzati képviselője is örömmel hallgatta. A Hoffersuli szeptember elején a tanévkezdéssel együtt újra megnyitja a kapuit, és várja a zenélni vágyó fiatalokat, dobosokat, gitárosokat, basszusgitárosokat, billentyűsöket és énekeseket egyaránt. Szabadtéri fotókiállítással ünnepelte az idén 114 éves soproni fotóklub a Magyar Fotográfia Napját. A Mária szobornál található kiállítást péntek este nyitotta meg Filip Márk önkormányzati képviselő. A soproni fotóklub kiállítás megnyitóján a soproni Juventus koncert fúvós zenekar működött közre. A klub már 2003 óta minden évben szabadtéri kiállítással emlékezik meg a Magyar Fotográfia Napjáról. A koronajárvány miatt sajnos nem tudtuk megtartani a múlt és jelen kiállításunknak a megnyitóját, és illetve a képek bemutatását, a kiállítást, ezért az az anyag is most kerül kiállításra, ami az országban, illetve a határunkon kívül élő magyar társainknak a képeit láthatjuk, és ezen kívül a klubnak a képei, klub tagoknak a képei vannak, kerülnek bemutatásra, és meghívtuk a Harkai Fotoművészeti Műhelytől Kolosszár Jenőt, akinek a képeit láthatjuk még. A járványügyi szabályok enyhülése óta kiváló zenei programokon lehetett részt venni, és remélhetőleg a festészet kedvelői sem maradnak élmények nélkül ősszel, mondta megnyitón Filip Márk. Az önkormányzati képviselő hozzátette, fontos, hogy a klub őrzi a fotográfia iránti szenvedélyt Sopronban. A belváros számára pedig kiemelten fontos, hiszen nagyon jó kulisszát nyújt az egész felújított belváros és a felújított várkerület is ezeknek a fényképeknek, ezeknek a fotoművészeti alkotásoknak, ugyanúgy, mint egyébként bármilyen más művészeti jellegű eseménynek, ami itt megrendezésre kerülhet idén, ebben a nagyon nehéz évben. A soproni fotóklubnak 22 tagja van, közülük 10-12 igazán aktívak. A kiállítás megnyitójának érdekessége, hogy egy technikai probléma miatt csúszott a képek elhelyezése az állványokon, ezért csapatként mindenki közreműködött abban, hogy a fotók időben a helyükre kerüljenek. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd ezt követi a mozaik, melynek vendége Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója lesz. Ezt követi Hajrá Sopron című magazinunk ismétlése. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. További híreinket megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Patent Távfelügyelet Kft. Kedden eleinte több helyen számíthatunk esőre, záporokra, erős viharos szélre készülhetünk. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, 17 és 25 fok között alakulnak a maximumok. Szerdán bár még sok felhő lesz az égen, már csak egy-egy rövid zápor fordulhat elő, a szél néhol még élénk lehet,
az éjszakák hűvösek lesznek, délután 19-25 fok valószínű. Csütörtökön kellemes késő nyári idő várható több órás napsütéssel. A szél mérséklődik, a hűvös hajnalt 22-27 fokos délután követheti.